Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a City Skylines 2 Let's Play sorozatot, ott a legutóbb a bajtuk. Az előző részben megépült itt a vasút, még egyelőre sokan nem jöttek. Nem tudom, van-e itt most, aki vár vonatra. Nem tudom, hogy ide bejönnek-e a vonatok, szerintem csak be kéne. Ha én vonat lennék, tuti bejönnék ide. Szóval, ja. Amit ezzel kezdeni kéne, az az, hogy mondjuk elhozni ezt a vonatot máshova, és akkor, hogy így tudjon máshova is például ez a kis falu kaphatna egy vasútállomást, nem? Elég messze vannak egymástól a részek. Én úgy gondolom, hogy ez így bele kéne, hogy férjen, viszont ahhoz meg kell vennem elég sok csempét, vagyis igazából egyet. Oké, egy csempő belefér. Amit kicsit rossz, hogy nincsen ilyen, hogy kis vasútállomás, tehát ez a kis, egy méretű vasútállomás van. Azért, aki már nem tudom, járt bárhol, Európában, az el tudja nektek mondani, hogy léteznek kis méretű vasútállomások. Szóval, de úgy látszik, a finn fejlesztők erről nem hallottak, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy éreztek ezzel kapcsolatban. Vagy nem tudom. Jó, még mielőtt ezzel belefognánk, irodákat szeretnék lerakni erre a sorra. Vagyis nem is, inkább ide. Nem tudom, mennyire jó ötlet amúgy ennyire a belvárosba irodákat rakni. De súr. Amúgy, ide jöhetnek. Ezek családi házak. Ja, magas, nagyon szép irodákat szeretnék, mert most nagy az igény rá. Leraktam azt? Igen. Jó. Akkor ide tessenek szívesek megépíteni az irodákat, majd visszanézünk, hogy ment ez a terv. És akkor az legyen, hogy innen lehozunk egy sínpárt, ami csak ide eljön. Tehát az nem is nagyon megy tovább, mert másfelé szerintem nincsenek is sínek. Amúgy mehetne tovább, mert ha már ide behoztuk, akkor már valahogy átszenvedhetnénk, hogy ide eljöjjön erre a részre. Legalább ide. Mizu? Ja, igen. Aha, igen. Na, hát igen, erre számítottam, hogy ez probléma lesz. És ezt nem tudjuk ki váltani ezt a problémát, mert ez a legszélesebb autópályaút, ami egy nonsense egyébként. Tehát, hogy ne vicceljünk, mert van itt izéből 8. Tehát 8 sávos van abból, ami a városon belül megy. Akkor az autópályán miért nincsen 8 sávos út? Értem, hogy van egy irányú 5 sávos. De lehetne ez máshogy is. Na mindegy. Azt fogjuk csinálni, hogy igen, ezt itt ketté bontjuk. Sőt, már itt ketté bontjuk. És utána majd itt valahol egyesítjük őket. Nézd, hogy lehetne ezt jól megcsinálni. De hát valahol be kell azonban egyesíteni őket. Vagyis nem feltétlenül, mert hogyha innen jön egy háromsávos le. Mondjuk innen. És az oda becsatlakozik, az valószínűleg sok. Aha, akkor kivesszük ezt. Tehát ott van egy háromsávos. Meg innen lejön egy háromsávos. Megint van ez a visszakanyarodó sáv. Végül is fine. Végül is oké legyen. És ezekbe kötjük be ezeket. A két sávost, meg ezt a nagyot. Egy hatalmas, bazi nagy körforgalommal, maybe? Az is valószínűleg be fog állni. A körforgalmat tudjuk bővíteni? Valószínűleg nem. Nem elég nagy nekem ez a körforgalom, hogy őszinte legyek. Nem, itt... Itt ezt manuálisan kell létrehozni egy körforgalmat. Egy ilyennel. Hogy is néz ki egy körforgalom? A körforgalom is az egyirányú, igaz? Egy körforgalom. Egy hármas... hogy a fiharba kell vajon ezt megcsinálni? Hogy kell vajon manuálisan körforgalmat építeni? Na nem baj, hogy nem tudjuk, majd most kiderítjük. Azt hiszem így, hogy megépítjük így. Egy kicsit hosszabbnak kell lenned. Jó, akkor nem. 90 fokkal elhúzom, vagy 90 foknál. És lefagytál? Oké, nem.
Így, és akkor ezeket kell bekanyarítani talán? Igen. Csak nem így. Oké, az úgy jó. Ez lehet, hogy nem lesz ebből semmi, mert most előre szólok, tehát ne legyetek túl izgatottak, mert ebből lehet, hogy semmi nem lesz. Vagy ha lesz is, nem lesz szép. Inkább az utóbbi a fenyegetőbb. Így és most pedig kitörölni a belsejét. Oké, nem azt mondom, hogy a legjobb dolog, amit valaha építettem. De not bad, igaz? És innen akkor kijön egy kétsávos. Ide bejön egy kétsávos. Azt a középső nem fogja kedvelni. És innen lejön egy kétirányú. Aztán pedig egy háromsávossá szelidül, vagy nem is szelidül, hát növekszik. Meg ez is. Aha. Na már most annyira nem szép. De szerintem működni fog. Mert itt akkor, amik jönnek ketten, az két sávon tud lejönni. Egy gyönyörű grafikai megoldás van. A nehézség vagy a rossz dolog talán csak az benne, hogy itt a két sávból igazából egy sáv lesz. Azt, hogyha felbővítjük, azt nagyon csúnya lesz. És utána pedig vissza. És akkor adunk egyfajta folyás neki. Hát... Oké, most középről nagyon jól le tudnak jönni. De innen nem. Tehát itt, aki mondjuk valószínűleg be akar sorolni balra. És ő bajban van. Tehát ő nagy bajban van. Hogy ő velem jön, ezért azt nem tudom. Na nézzük, merre megy. Nem, egyenesen megy tovább. Akkor a jó Istenért ne. It's fine. Ja, ki fog ez szortolódni? Kicsit hosszú, valóban. De ki fog szortolódni? Hát max... Igen. Jó lesz ez, megoldják. Látjátok, már nincs is dugó. Nagyon jó, megoldottuk. Oké, akkor visszatérhetünk oda, ahonnan indultunk, hogy én szeretnék telket venni. Mert kell a vasúthoz. És úgy látom, ezt mind a hármat meg kell venni. Talán ezt nem. De ezt a kettőt mindenképpen. És ide kell kihoznunk egy utat. Mondjuk ez az út, ennek a meghosszabbítás, ez lehet a vasútnak az útja. Nem tudom, mennyire lesz terhelt egyébként. Oké, nem így akartam, de... Sure. Szóval nem tudom, mennyire lesz terhelt ez az út. Valószínűleg lesz. Így, és akkor itt lesz a vasút. Igaz? Eddig jó. Eddig fantasztikus. Majd itt... le kell, vagy meg kell venni ezt a telket is, hogy itt el tudjam húzni majd a vasutat, ha akarom. De először csak annyit csinálj meg, hogy itt eljön. Az, hogy felette visszük, vagy alatta, az egy nagyon jó kérdés. Azt tudja, hogy innen jön. Át rajta semmiképpen sem. Tehát az kizár dolog, hogy átvigyük. Ezt pedig mondjuk rakok, hogy innen csak erre lehet jönni. Az működik? És innen meg erre. Mert ezek ilyen lehajtók meg felhajtók gyakorlatilag. Exit city limits. Oh, shut up! No, it doesn't! Fucking hell, most komolyan meg kell vennem azt. Én csak szépet akartam építeni. Elnézést kérek. Az én hibám volt. Ez is exceed. Hol nem exceed el? Innen jöhet, jó. De innen is... Mondjuk innen is el kell oda jutni. Akkor viszont nem így csináljuk. Akkor viszont nem egy irányúval megyünk, hanem...
Csak így. Mondjuk, hogy fog az megfordulni, ami onnan jön, az... Érdekes. Érdekes, de megoldjuk. És hogyha te innen jössz... Innen lehet lekanyarodni. Hát az kicsit... Nem fog neki tetszeni. Hogy néz ez ki? Nem rossz. Tehát innen jön, bemegy oda, és aztán viszont... És aztán vissza tud jönni, szóval... It's fine. Gondolom. És meg én nem tudom csak egy kis részét átmódosítani, szóval... Annyi fölösleges extra melót csinálok mag, vagy csinál nekem a játék, azzal, hogy nem enged dolgokat, hogy szinte már-már mérges vagyok rá érte. Tehát ez ide, és akkor itt pedig, ott egy kicsit beakadt a vonat, de it's fine. Ho! Ez még mindig, az előbb hagytad ide lerakni, ne idegesíts már. Na ide, de lehet. Jó, és akkor szerintem ez működik. De mindjárt kipróbáljuk, csak először át kell még vezetnünk. Itt az lesz a jó megoldás, hogyha a föld alatt hozzuk, igaz? Lemegyünk a föld alá. Nem tudunk. Hamarabb kell lemenni a föld alá, és az egész fucking 50 kilométert kitörölte. Oké. Okay. Így sem engedi a föld alatt? Ennél lejjebb kell? Ahol ennél lejjebb kell. Akkor lehet, hogy az előbb is engedte volna. Na mindegy. Érdekes, hogy ez a 10 meg a mínusz... 0 meg a mínusz 10 az kb. Nekem ugyanannak tűnik. De tény, hogy nem értek a vonatokhoz, szóval... Lehet, hogy nem az. Csak most kéne levinni oda. Jó, az ott megy le. És aztán pedig innen kihozni. Jó, és már onnan igazából csak át kell húzni a városom, vagy a városig. Ott is szintén van egy alagút benne. Ez még itt egyenesen jön, és akkor itt fog bekanyarodni. Jó. Ez egy állomás. Tagadhatatlanul. Bár lehet, hogy ez nem arra a platformra veszett, amikre én akarnék menni. Nem tudom, van-e ilyen külön, hogy... hogy teherplatform, meg nem teherplatform, de jó, bekötöm... Bekötöm oda, ahol valónak tűnik. Az első platform az nyilván ez. És akkor a vonatnak nem kell megfordulni, igaz? Vagy nem tudom, meg kell fordulni egy vonatnak? Megpróbálom lerakni itt a... ezt az utat, és akkor meglátjuk, hogy mit mond rá. Például itt sem oda jön be az első platformra. Ezt lehet, hogy leírtátok kommentben. És valószínűleg is olvastam, csak én jóval vissza vagyok időben, mint ti. Behozom ide, tehát ebből baj ne legyen, hogy ott áznak, fáznak a népek, meg mit tudom én. Jó. Na nézzük akkor ezt a járatot, tehát innen szeretném, hogy elgyere ide, és aztán meg vissza, legalábbis egyelőre. Azt mondja, hogy ez teljesen possibilis. Szóval lehet majd valahol így megakad, de most nem lát vele problémát, nagyon jó. Akkor indulhatsz is, gondolom innen fog elindulni a vonat. Aha, már megy is. Jaj, de zíb. Zíb bárna. Bárna? Bárna a vonat. Inkább kékes-sárga, igaz? Fura, mert a vonatnak a színe, az is szerintem nincsen úgy a tudatalattimba égve, mint a villamosnak, és nincs is ilyen, hogy a vonat szín. De közben meg a holland és a magyar máv is ugyanolyan színű. Kékes-sárga. Szóval. Riddle me that. Ezt magyarázzátok meg, ha tudjátok. Erre nincs magyarázat. Valószínűleg az idegenek befolyása lehetett, ami döntött. Ott is sok pénzt veszítek. Ezt most tényleg veszítem, vagy csak azért mondod, mert...
Elég durva lenne, hogy hirtelen elkezdtem volna egy 1,6 milliót veszíteni, not gonna lie. És nem igazán tudom, hogy mit lehetne vele kezdeni, hogyha tényleg így van. Hát, reméljük, hogy helyreáll. Megépültek-e a... Ah, megépültek az irodák. Nice. Nagyon zíb. Akkor az 1 millió 6 az, az elég, elég erős. What happened? Subsidies. Industrial subsidies. Miért fizetünk 80 milliót? Az a gyáraknak. Mert negatív... Ja, mert fizetek nekik, hogy ide költözzenek. Mert negatívban van, igaz? De nincs negatívban. Negatívban van. A Timber valamiért viszi el a világ összes pénzét. De miért? miért? Miért kerül mínusz 80 millióba a Timber? Miközben adózik. Miért veszitek rajta a Timberen ennyit? Ez egy bug. Ez egy bug, igaz? Tehát, hogy... Ez nem lehet más. Most állítok az adó rátáján. Minél magasabb az adó, annál többet veszitek a Timberen? És levittem mínusz egybe, és így van bevételem. Ez nincs az Isten, hogy ez... Ez ne bug legyen. Ugye itt van egy nagyon pici fa termelőm. Ennyi. És azért veszettem pénzt, mert ők adóztak. Ez pont az ellentéte annak, amit ír a játék, hogy a subsidy-nél. Hát, jó. Oké, okay. Itt mi történt? A busz karambolozott? Oh, rip. Nem lehet törölni a buszt, mert most egy kicsit rossz helyen van. Kíváncsi vagyok, hogy fognak alakulni itt a számok a vasúttal. Remélem nagyon jól. Mert akkor utána tovább tudjuk vezetni. Nem egyszerűen, de tovább lehet vezetni itt. És akkor elhúzzuk az autópálya mentén, és mondjuk csak itt nagyon sok átjáró van, azt majd ki kéne kerülni valahogy, de behozni, hát lehet, hogy a város szélére hozzuk be. És akkor ott meg mondjuk átveszi a metró. És lehet, hogy a metró csak ebben a, ezen a részen jár. Ezeket én mind el tudom képzelni, közben óriási igény van a high density-re. Úgyhogy here we fucking go, végre valahára. Én ide lerakok high density-t. Lehet, hogy ezt ki kéne bővíteni. Ezt az utat. Ki kéne szélesíteni. Ki tudjuk-e szélesíteni egyáltalán? Mert ha ide high density-t rakok és elkezdenek bejönni a népek, hát annak csúnya vége lesz. Nem tudom, mennyi építési felület marad így, de oké. Bővítsük ki. Úgyis le lesznek rombolva a házaitok. Csak ne nagyon lelkesen kezdjetek el oda újraépítkezni. Mert ez most eléggé permanens lesz, hogy ti onnan kiköltöztök. Kivéve, hogyha szeretnétek ilyen high density szarokban élni, mert akkor let's go. Ezek már nem olyan rossz épületek. Ezek nem panelek, hanem ezek szép-szép magas lakóházak. Lepatintunk párat ezekből. Akár ezekre a részekre is. És hát ezeknek kellenek boltok. Szóval abból is lerakunk high density-t. Akár még ide is jöhetne egy high density bolt. Meg egy high density lakóház. És ez szépen itt a waterfrontot meg fogja csinálni. Hát hogy szép lesz-e vagy nem, az egy jó kérdés. De jobbat nem tudok hirtelen lennie a dolognál, mert sajnos nincsenek rá eszközeim. Te mit csinálsz? Ja, itt egy outdoor gym. Oké. Okay. Az maradhat. Nagyon muszáj. Pénzem még nem állt helyre, de talán elkezdett. Most, hogy nem adóznak a favágók. Nem tudom, sztrájkoltak? Vagy ötletem sincs itt, mi történhetett. Szinte biztos, hogy benne valahogy beakadt a szimuláció. De hát ezek szerint akkor ez a játék ez egyszerűen csak nem nekem való. High resource cost. Ti mit, még egyszer mit csináltok? Metal ore. Igen, a metálosok akadtak be nagyon. Bár most már a... És az, aki a metálból dolgozna tovább. A kövesek sem boldogak. Mert itt meg nem dolgoznak elegen. Hát
valamit, valamennyit dolgoznak, csak tényleg hiányzik némi high skill labor. Jó kérdés, hogyha mondjuk ide kihoznánk a buszt, akkor az segítene. Ott segített odát, vidéken. Itt a termőföldeknél, ez megoldotta a helyzetet. Azt mondta, már eléggé mondjuk felbuffolódtak. Nem is tudom egyébként, hogy várnak-e itt például a busz megállóban, hogy használják-e. 2 darab passzanzsár vár ide. Mert ez most már elég közel került a városhoz. És szépen látható, hogy a forgalom mennyire durván megnőtt. Tehát itt hol volt ilyen forgalom még? Nem olyan régen. És azért is kellett ezt a lehajtót építeni. Itt nagyon nagy sebességgel jönnek. Azt hiszem én engedélyeztem nekik, hogy jöjjenek nagy sebességgel. Csak annak az a hátránya, hogy nem tudnak feltétlenül lekanyarodni, akik le akarnak. Jut eszembe, nézzünk meg az újonnan épült részt. Ó, mintha itt megoldódott volna a probléma. Csak nem. Csak nem sikerült kiszortolni. Itt ez még továbbra is miatt kicsit tartok. Lehet, hogy itt is le kéne az egészet csak ugyanúgy, mint itt. Csak szebben körforgalmazni. De amíg nincs gond vele, addig most én nem nyúlnék hozzá. Mondjuk az nem túl logikus, hogy itt 2 sávból lesz 3, aztán utána 4, tehát akkor már akár lehet az is, hogy az marad 4 sávos. Itt van a 4 sávos. Miért jön ki plusz 1 sáv? Ja, azért, mert... Ah, oké. Okay. Mert így hozza tovább a sávokat, és aztán pedig így. Jó. És akkor aki majd le akar kanyarodni, az legyen a vendégem. Szóval miért nem kanyarodsz le? Haver, te most miért sétálnak itt népek? Te hova viharba mész? Elliot Garner. Destination Burley and Brony. Aha, odaig sétálsz? Ez egy storage. Ahol nem tárolnak semmit. Mi a dolgod neked odállt mégis? Ne vicceljünk már. Melyik közben épülnek szépen a lakóházak. Hú. Amikor azt mondtam, hogy szép, akkor nem pont erre gondoltam. Hát ez konkrétan egy hatalmas panel. Hány emeletes lehet ezt? Jó ég, hát legalább 20. Ez nagyon kemény, ahogy kinéz. De alakul a skyline-unk, szóval... minden rendben. Annyi, hogy el kéne érni a következő szintet ahhoz, hogy kioldhassak dolgokat, amire szükségem van. A következő szintnél fogjuk kioldani vagy megkapni a Large City-nél 12 perkpontot. Mondjuk az nem túl sok. Hogy őszinte legyek. Azóta sem néztem utána, hogy hol vannak ezek a taxis dolgok, de hát itt kéne. Hogy egy idióta vagyok. Valószínűleg megírtátok a kommentben, de itt nem, tehát hogy itt az épületet hiányolja magát. Például nincsen taxi udvarunk, ami csak egy sima épület. Most döbbentem rá, valahogy így nem tudom. Annyira máshogy gondolkodtam, meg másban gondolkodtam. Tehát van egy ilyen épületünk, amelyik ki van oldva. Tehát nyilván, tehát egyértelműen elérhető itt a servicesnél, azt hiszem. No maintenance, parking space. Aha, taxi depó, itt van. És csak ennyit kell lerakni, és akkor a taxis is elérhető lesz arra, hogy taxizon. Nem tudom, hogy miért jó a taxi depó. Garage repair taxi is also has a small dispatch office, camera ready, mondjuk ezt lerakhatjuk ide, sure, whatever. És ugyanígy csak le kell rakni egy subway yardot ahhoz, hogy utána már fel tudja mit fejleszteni a ezzel. Tehát most már itt van, tessék, taxi megálló. Bam. Looking for this. Jó, megképítettem a taxi megállót, nagyon jó. És akkor most már van itt ez a taxi iroda is, amit tudok garázsokkal bővíteni, ugyanúgy, ahogy a buszokat, dispatch center, ezt megkapjátok, elektromos taxik, az is mehet, és így most már a taxinozás nagyon jó. Viszont a mai részben ennyi fért. Szerintem hatékony voltam. Ez itt nagyon szép lett például, meg hát ez nem nagyon szép, de legalább működik ez a rész itt. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!